Matilda vagyok, és a mai videóban Oscar-díjat fogok osztani könyveknek. Megcsináltam ezt a videót tavaly is, ez egyébként egy tag videó, vagy hát nem tag videó, de lényegében tag videó is. Szóval ez egy tag alapján készült, csak most kicsit kibővítettem és hozzáadtam még egy két-három dolgot, így könyvekre átvetítve, ami rendes Oscarban létezik, mert hát ugye most lesz hétvégén az Oscar díját adó. És akkor ismételten ugyanúgy, mint tavaly megcsinálom a könyves Oscar díjakat is. Viszont próbáltam arra figyelni, hogy ugye nekem volt 7 darab, azt hiszem 7 darab kedvenc könyvem a tavalyi évből, és nem akartam, hogy az legyen, hogy a tavalyi kedvenceim, meg az Oscar díjas könyveim ugyanazok, úgyhogy próbálkoztam olyan könyveket választani, amik nem voltak benne a kedvenc könyveimben. És akkor így olyan könyveknek adom az Oscar-díjat, amik nem voltak tavalyi év abszolút kedvencek, viszont ettől függetlenül nagyon jó könyvek voltak. És ez alapján osztom az Oscar-díjat. Szóval, nézzük, milyen díjakat osztok ma ki, és milyen könyveknek. Az első díj, amit kiosztok, az a legjobb borító lesz, ezt a legjobb jelmez díjból vettem át. És ez egy olyan könyv, amiben semmi más nem tudtam értékelni, csak a borítóját. Ez pedig nem más, mint a Grindelwald büntettei forgatókönyv. Mert a borítója eszméletlenül gyönyörű, ami belül van, azt már nem értékelem. Ja igen, és azt elfelejtettem mondani, hogy ez az Oscar-díjas átadós dolog. Ezt kizárólag olyan könyvekre vonatkoztatom most, amiket a tavalyi évben olvastam, és nem újraolvasás. Szóval nem tavalyi évben kiadott még ilyesmi, csak tavaly olvastam. A második, ez benne van eredetileg is ebben a tagben, az pedig a legjobb világépítés. Na most a legjobb világépítést azt egy olyan könyvnek kellett adnom, aminek a világépítése más részeiben is már fantasztikus volt, ez pedig nem más, mint J.R.R. Tolkientől a Silmarilok. Mert ugyebár ez a része így a Gyűrűk Ura univerzumnak, Középfölde univerzumnak, ez jobban ráfókuszál Középföldének a kialakulására, szóval ez konkrétan világot épít ez a könyv. És nagyon bonyolult, első olvasásra alig ha átlátható, viszont fantasztikus világot épít ki, és az egyik kedvenc világom is Középfölde, úgyhogy egyértelmű, hogy ennek adom az Oscar-díjat legjobb világépítésért. Következő, a legjobb cselekmény díja, ezt pedig egy olyan könyvnek adom, amit nagyon szerettem, nagyon aranyos, nagyon imádnivaló, már több alkalommal is ajánlottam, és azért választottam ide ezt, mert az egész könyvön keresztül igazából azt láttatja, hogy a két karakternek az egymáshoz viszonyulása hogyan változik meg, és miért, és a két szempont összefésülődik, és mindkettő fél motivációját, indítékait megismerjük, és nagyon jó. És még mindig csak ajánlani tudom, ez pedig a Szerintem Szerinted Wendelin van Darentől. Remélhetőleg jól mondom a nevét. Nagyon jó, tényleg. Aztán van egy ilyen díj, hogy legjobb nem amerikai, illetve brit, hát idegen nyelvű könyv. Legjobb idegen nyelvű könyv, tehát nem amerikai vagy brit, tehát nem angol. És ilyet, aminek adni, így a Barangolás Európában című kis videósorozatom alapján, mivel még csak egyet olvastam a tavalyi évben ebből a sorozatból, így nagyon sok választási lehetőségem igazából nem volt, bár olvastam más nemzetiségű szerzőktől is, de az inkább iskola miatt volt, szóval azt ide nem számoltam bele. Szóval az a könyv, ami ezt a díjat kapja, az nem más, mint Fredrik Backman-től a Nagymamám azt üzeni, bocs. Svédország. De most már csinálom a Barangolás Európában. Áttérünk a szereplő díjakra. Legjobb férfi, amúgy rossz sorrendben írtam fel, mert előre írtam a főszereplőt és utána a mellékszereplőt, úgyhogy megfordítom. Szóval, legjobb férfi mellékszereplő díja, ezt is úgy írtam hozzá, mert eredetileg ebben a tagban csak a főszereplők voltak. De úgy gondoltam, osztunk mellékszereplőt is, idén, mert 2019-ban is benne újíthatnánk. Szóval a legjobb férfi mellékszereplő. Legjobb férfi mellékszereplő díját azt egy olyan karakternek adtam, akit én nagyon megszerettem, bár a könyvsorozatban eléggé
el volt hanyagolva, és eléggé nagyon mellékszereplő vélet téve. Pedig azt hittem, hogy több szerepe lesz, és szerettem is volna. De hát nem én írtam a könyvet, úgyhogy nem tudom megváltoztatni az eseményeket. A legjobb férfi mellékszereplő díját én a Wake of Vultures-ből Dannek adnám. Mert szegény, Nettivel, illetőleg a könyvek későbbi részein Rettel nagyon sokat kellett szenvednie, és a végén még majdnem meg is vakította, úgyhogy megérdemli az Oscar-díjat, szegény. Legjobb férfi főszereplő díját azt úgy gondoltam, hogy egy olyan szereplőnek adom, aki nem ilyen egyértelmű választás lett volna, ez pedig nem más, mint Bob, a Bob az utcamacska című könyvből. Mert Bob, mert ő egy macska, és nagyon fontos szerepet tölt be annak, abban a könyvben, ami lényegében egy ilyen életrajziszerűségű könyv, és Bob tényleg egy sorsfordító szereplője volt az író életének. Szóval, Bob, tiéd az Oscar. Áttérünk a legjobb női főszereplő, nem, a legjobb női mellékszereplő díjára. Ezt én Abby-nek adom a Simon és a Homo Sapiens Lobby című könyvből, illetőleg a filmből is részben. Mert Abby egy nagyon jó barát, és ott van Simonnak, és megértő, és törődik vele, és megérdemel egy legjobb mellékszereplő díjat. A legjobb női főszereplőnél kicsit gondban voltam, hogy ne válasszak olyan könyvet, ami kedvenc könyvem volt tavalyról, de azért mégis olyat válasszak, amit tetszett, és kicsit dilemmáztam, hogy mi legyen, de aztán úgy döntöttem, hogy egy olyan könyvnek adom, ami egyébként nem lett 5 csillagos olvasmány, viszont egy-két dologtól eltekintve nagyon tetszett a főszereplő, ez pedig Fabian Jankától az utolsó boszorkány történetei, és ebből is a narrátorunk Sárosi Felícia. Mert igazából elég sok mindenen túl kellett küzdenie magát, és egyébként ő egy teljesen jó női főszereplő volt, és tetszett is ez a könyv. Csak a harmadik részét azt már így nem érzek motivációt, hogy elolvassam. De amúgy tök jó volt. Meglepően jó volt. Már csak 2 díjunk maradt. Az utolsó előtti a legjobb író. Hát igen, ez is nehéz, ugyanis ugye minden évben olvasok Rick Riordan, tehát minden évben odaadhatnám Rick Riordannak a díjamat, de nem fogom neki adni. Tavaly azt hiszem Ransom Riggsnek adtam a Vándorsrend kisasszony különleges gyermekei sorozat miatt, és fú, hát ezt sem nagyon tudtam, hogy kinek adjam, de aztán úgy döntöttem, hogy Francesca Ornáknak adom a 7 Days of Us szerzőjének, mert ez a könyv nagyon pörgősen, nagyon jól meg volt írva, könnyen, gyorsan lehetett olvasni, ráadásul a cselekménye is izgalmas volt, és ugye a család több tagjának szemszögéből figyeltük meg az eseményeket, és ez is hasonló volt szerintem szerintedhez. Olyan szempontból, hogy így lassan össze tudtuk pakolni a kis puzzle-t, és minden a helyére illeszkedett, és minden szemszögből megismertük a történetet. Szóval ez egy nagyon jól megírt könyv volt. És akkor doppergés, legjobb könyv, Oscar díj. Hát, igen, ugye ez is nehéz döntés, abból a szempontból, hogy tavaly évben azért volt elég sok kedvenc könyvem. De úgy döntöttem, hogy egy olyan könyv fogja kapni a legjobb könyv díját, Oscar díját, ami egy kisebb mestermunka, nagyon jól meg van írva, és tényleg, aki csak teheti, olvassa el, és ez a könyv nincs is még itt nálunk eléggé értékelve. Ugyanis ez Celeste Ng-től az, amit sohasem mondtam, El című könyv. Hát ennek a központjában egy család áll, és egy tragédiának az okát próbáljuk megfejteni, szintén úgy, hogy több mindegyik családtag szemszögéből megvizsgáljuk a történetet, és itt szép lassan összeáll a nagykép, hogy mi is történt és miért, és nagyon jó.
tényleg. Megérdemli a legjobb könyv Oscar díját. Én ezeknek a könyveknek adtam Oscar díjat a tavalyi évemből, és ki kommentben nyugodtan írjátok meg, hogy ti egy-egy díjat melyik a tavalyi évben elolvasott könyveteknek adnátok. És aztán ez így értelmes mondat volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!